Tudod, mikor beszélt az én férjem utoljára disznóságokat? 15 éve. Akkor is csak a hentestől kért egy kiló dagadót. Mit akar a nő? Harmóniát, házasságot vagy több kalandot, izgalmat, veszekedést? Többek között ez is a témája a Pince Színház csütörtök este bemutatott Tanulmány a nőkről című zenés vígjátékának. Egy nagyon, nagyon kedves darabról van szó tulajdonképpen. A férfi-nő kapcsolatokat járja körül. Egy fiatal párról, egy középkorú és egy idősebb pár kapcsolat problémái jelennek meg benne. Mindez nagyon sok humorral, de emberi mélységekkel is, hogyha úgy tetszik, és nagyon, nagyon jó zenékkel. Úgyhogy igazi nyáresti szórakoztató dolog. A színdarabot Szabó Tamás írta egy 1967-es filmforgatókönyve alapján. A szellemes jelenetek között a korabeli táncdalfesztiválos slágerei csendülnek fel. Az előadáson nyíregyházi, zalaegerszegi és egri színészek is fellépnek. A főbb szerepeket Marjai Virág, Dimanopulu Afroditi és Tatár Gabi játsza. Élethelyzeteket szeretnénk bemutatni, és azt, hogy tudunk elcsúszni egymás mellett, hogy szeretjük egymást, csak nem egy nyelven beszélünk, és nem egy nyelven mutatjuk ki egymásnak. Van, akinek az a fontos, hogy foglalkozzanak vele, vagy kimondják, van, akinek elég az, ha elkészítik a reggeliét, de hogyha ezeket a szeretett nyelveket ugye megtaláljuk, és közelítenek egymáshoz, akkor talán kevesebb állás van és kevesebb állók. A nagy visszatérő Szatmári György színművész, akit 15 év után láthat újra az egri közönség. A vígjátékot még 7 alkalommal augusztus végéig láthatják az érsekkertben az érdeklődők.